Meggyújtotta az első adventi gyertyát szombaton Esztergomban a Széchenyi téren Harmai Gábor plébános és Hernádi Ádám a város polgármestere. A tér már teljes ünnepi hangulatban várja most hétvégén is a látogatókat. Érkezik a Mikulás, valamint Farkasházi Réka, László Attila és Kökény Attila is. A Szentgyögymező jóvodások műsorral, Horányi László és Paragi György versekkel és dalokkal, Hernádi Ádám ünnepi gondolatokkal és ajándékokkal köszöntötte a 80 éves esztergomi urakat és hölgyeket hétfőn a Volt megyeháza dísztermében. Vasárnap megnyitották hivatalosan a Reimann bányászat történeti miniverzumot Dorogon, a mintegy 700 millió forintnyi állami és önkormányzati támogatásból megvalósuló interaktív látogatóközpont a dorogi medence több mint 200 éves bányászati múltját mutatja be. 185 bort neveztek az esztergomi borlovagrend nemzetközi borversenyére. A Balassa iskola dísztermében 53 bronz, 94 ezüst, 13 arany minősítés mellett a Champion a dunamocsi Cseh Gábor Chardonnaya lett.